Hello mindenkinek, Reject vagyok, és mivel ismét itt a vasárnap, eljött az ideje az e-heti animés videónak, és úgy döntöttem, hogy ma beszéljünk egy picit az ideális tanár karakterről. Nos, első körben egy dolgot elárulok, ez a videó egy hangyányit komolyabb hangulatvétel lesz, na de akkor rátérve a mai témára, napjainkban, mivel rengetegen vagyunk már ezen a bolygón, az oktatási rendszer a világ legtöbb országában kimerül annyiban, hogy a tanárok kapnak egy tantervet, hogy milyen tudást kell átadni a diákjaiknak a következő tanévben, és nekik az a kötelességük, hogy engedelmeskedjenek és azt tanítsák, amit elvárnak tőlük. Itthon is ez a fajta rendszer van, ugyebár, és szerintem nem kell túl sokat gondolkodni a témán ahhoz, hogy rájöjjünk, hány sebből is vérzik ez a rendszer. Minden diáknak pontosan ugyanazt a tudást átadni, és minden diáktól pontosan ugyanazokat a válaszokat elvárni egyszerűen nem emberi. Mi mind egyéniségek vagyunk, mindegyikünknek megvannak az erősségeink és a gyengeségeink, ennek ellenére mégis minden osztály összes tanulójától ugyanazt várják el. Az iskolák többsége ma már nem arra törekszik, hogy támogassanak minket azon az úton, amit kisgyerekként megálmodtunk, hanem hogy elbutítsanak minket, hogy tökéletesen passzoljunk a társadalom felépítéséhez szükséges fogaskerekek szintjéhez, hogy miután elvégezzük az iskolát, egyetlen szó nélkül kövessük az utasításokat, és ha mázlink van, megérjük a nyugdíjas kor, de addig is tökéletes fogaskerek kerékként kell üzemelnünk panaszkodás nélkül. Ha pedig nem passzolunk a rendszerbe, akkor nem találunk munkát, munka nélkül pedig mehetünk a híd alá koldusnak. Tehát nem az a társadalmi elvárás, hogy emberek legyünk, hanem sokkal inkább az, hogy monoton gépek, modern rabszolgák. Mivel napjainkban a tanárok nem tudnak a tantervnek ellenszegülni, mert ha ezt teszik, akkor ők is mehetnek a híd alá ugyanúgy, így nincs más választásuk, mint csendben tűrni, és csak és kizárólag azt tanítani, amit mondanak nekik, ez a rendszer miatt pedig mára egyszerűen elhanyagolhatóan kevés olyan tanár van, aki megfelel az eszményi tanár karakterének. Az eszményi tanár az egy olyan ember, aki a diákjait tényleg az életre neveli, és a saját tapasztalatait adja át, hogy a jövő generációja ne eshessen azokba a hibákba, amiken neki át kellett vergődnie magát. Továbbá amellett, hogy a saját tapasztalatait átadja, minden egyes diákjának egyenként fel kell mérni az erősségeit, és mindenkitől más és más dolgot kell elvárnia, ezáltal pedig olyan pályára neveli mindegyiket, amihez tehetsége is van. Egyszerűen én nagyon szomorúnak találom azt, hogy az egyéniséget egyfajta kiirtandó dologként kezelik nagyon sokan az oktatásban, pedig minden egyes embernek megvannak az erősségei a hibái mellett, és az a tanár dolga kéne, hogy legyen, hogy rávezesse a diákot arra, hogy neki mit is kéne kezdeni az életével. Nekem személy szerint még általános iskolában volt két olyan tanárom, akik megmutatták nekem, hogy mihez van tehetségem, mégis több mint 5 éven betelt észrevennem az útmutatásukat, miután elballagtam, és amúgy nekik hála létezik, úgy egyáltalán ez a YouTube csatorna, szóval köszönjétek meg az Edit néniknek, azonban nekem mindössze baromi nagy mázlim volt. A legtöbb ember egyszerűen nem találkozik az iskolás évei alatt egy olyan tanárral, akinek az a legfontosabb, hogy a diákjai rátaláljanak önmagukra. Biztosan sokan látták közületek azt a komédia filmet, aminek az a címe magyarul, hogy Fuck you, tanár úr, aki netán nem ismerné a filmet, nagy években annyit árulok el, hogy a főszereplőnk egy börtöntöltelék, akinek úgy alakul a sorsa, hogy be kell állni a tanárnak annak érdekében, hogy megszerezhesse a sok évvel ezelőtt elásott kincsét, és amíg tanárnak adja ki magát, kinevezik őt az iskola legrosszabb osztályának az osztály főnökéjévé, és bár tele van rossz gyerekekkel az osztály, egyikük sem rossz ember, és ezt ő egyedül látja meg bennük. Ő az egyetlen, aki megmutatja, hogy mi várja őket, ha ezt az utat folytatják, és bűnöző létére az egész iskolában ő áll a legközelebb az eszményi tanár képéhez. Nagyon jó kis film, ajánlom mindenkinek, és azért tértem rá erre a filmre, ugyanis van egy sokkal régebbi japán manga, ami 96 és 2002 között futott, ami anime adaptációt is kapott 99 és 2000 között, és hát alapkoncepciójában nagyon hasonlít az említett filmre. Egészen pontosan a GTO-ról, a Great Teacher Onizuka nevet viselő animéről beszélek, ami napjainkig a legjobb animék között csücsül, és itt az alapkoncepció nagyon hasonló. A főszereplőnk, a 22 éves Onizuka Eikichi, egy volt motoros banda vezér, akinek nagy álma az, hogy tanár lesz belőle egy nap, annak ellenére, hogy ő honnan is jön. Viszont pontosan ezért, mert ő az alvilágot megjárta, mert őt a tanárai léhűtőnek nevezték, és megmondták neki, hogy ő semmire nem fogja vinni, hogy ő egy emberi kudarc, nos ezért akar tanárrá válni, hogy azoknak a diákoknak, akiknek a tanárai ugyanezt szajkozzák nekik, ő lehessen a mencsváruk. Ő akar az lenni, aki megmutatja, hogy nincs olyan, hogy egy kudarc vagy. Legalábbis ez Onizuka Eikichi karakter filozófiája, de bevallása szerint ő csak olyan tanár akar lenni, aki minden napját szórakoztatóvá teszi a diákjainak. És amúgy ezt tényleg nagyon jól csinálja, többször rögőgörcsöt kaptam az anime nézése közben, mondjuk szerintem mondanom sem kell, hogy a tantervet magas ívből tolja le, azonban az iskolájának az igazgatója lát fantáziát Onizuka karakterében, tanítási módszereiben, és ezért elnéz neki minden agyatlanságot, amit a diákjaiért csinál. És pontosan ez a fontos, mindent csak és kizárólag a diákjaiért csinál.
csinál, meg azért néha saját magáért is, de hát ő is emberből van. Ha viszont úgy érzi szükséges, képes elmenni a diákjainak a lakására, hogy ott rakja helyre a szülők gondolkodás módját, akármilyen eszközt is kell bevetnie. Akármilyet. Konkrétan előfordul az, hogy egy rohadt nagy kalapáccsal jelenik meg, hogy keresztül verje a falat a gyerek és a szülei szobája között, ami amúgy eléggé durva. Szóval ennek az embernek a szótárában egyszerűen nem szerepel olyan, hogy valami az ő hatáskörén kívül esik. Nem érdekli, hogy nem tartozik rá. Nem érdekli, hogy ezért kirúghatják őt. Ő a végletekig elmegy és megoldja az összes diákjának minden létező problémáját. Ő nem egy okos ember. Röhelyesen rossz jegyei voltak világ életében, de még csak nem is egy hú de tapasztalt férfi, elvégre csak 22 éves. Ennek ellenére ő az egyetlen ember az iskolájában, akire minden egyes diákja valódi tanárként tekint. Sőt, egyes tanulói már-már apa figuraként látják, de pontosan ez az esszenciája az eszményi tanárnak. Az, hogy képes mindent feladni, annak érdekében, hogy a diákjait a lehető legéletképesebbé nevelje. Csak is egy olyan ember lehet eszményi tanár, aki a tanítás oltárán feladta a saját vágyainak a túlnyomó többségét, hogy a jövő generációját segítse. Ennek ellenére ma ott tartunk, hogy az iskolában azt sem tanuljuk meg, mi az az adó, de legalább azt megtanítják, hogy mi az a kovalens kötés, bár eléggé nyilvánvaló, hogy melyiknek vennénk több hasznát életünk során. Tip. Nem a kovalens kötésnek. De még ha egy mai iskolában nem is konkrétan a nagybetűs életre nevelnek minket, akkor is minden egyes diákot a saját erősségei szerinti irányba kéne terelni. Ez az eszményi tanár feladata. Ez az, amit Onizuka Ekichi csinál. És ez az oka annak, amiért megéri megnézni a Great Teacher Onizukát.